téli időjárásnak, valamint a fagyos éjszakák és a melegebb nappalok váltakozásának hatására százszámra jelentek meg kátyúk városszerte. Az úthibánk egyaránt veszélyesek testi és vagyontárgyaink épségére. A Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Munkatársai azon dolgoznak, hogy minden kátyút eltüntessenek. A javítás átmeneti megoldást jelent, de a korszerű technika alkalmazásával a foltozott szakasz hosszabb ideig őrzi meg az útfelület egyenletességét, mint a régebbi eljárások során. Igaz, hogy nem volt erős telünk, de az a néhány hetes mínusz 10 fokos időjárás az elég nagy kárt tudott tenni az utakban. Ezt lehetett tapasztalni ugye a külterületi utakban, és mind a 42-es, mind pedig a 4-es utak nyomvonalán is. Sajnos, hogy az önkormányzati utakat sem kímélt a téli időjárás. A legfontosabb az, ugye, hogy megfelelő technológiát alkalmazunk a kátyúzás folyamán. Itt az idejében is ugyanúgy, mint az elmúlt évben, viszont kénytelenek voltunk már februárban hideg kátyúzási munkákat elvégezni, pontosan azért, mert olyan veszélyes ütőkátyúk keletkeztek a város több pontján, amelyek a közlekedésre balesetveszélyes állapotokat eredményeztek, ezeket mindenféleképpen kijavítottuk, de a maradandó az a meleg kátyúzás. Megnyílnak az aszfaltkeverők, akkor onnastól kezdve tudjuk mi is a meleg aszfaltot kiszállítani. Azt kell tudni, hogy a kátyúzás elmérésével egyetemben ugye történik folyamatosan azoknak a kátyúknak a körbevágása, amelyek következnek a kátyúzási munkálatokba, és amikor következik a meleg aszfalt behelyezés, azelőtt van eltávolítva az összetöredezett kivágott terület. Itt emulzió alkalmazása után kerül a meleg aszfalt bedolgozása vibróhengerrel, és utána ugye ez megfelelő bedolgozással ez több évig tudja a funkcióját ellátni. Igaz, hogy tartós megoldást sok helyen már csak az új aszfalt szőnyeg fektetése jelenteni, erre sajnos nem áll rendelkezésre elegendő forrás. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökét kérdeztük, mekkora területen zajlik útjavítás. Március hónapban készült egy felmérés a város aszfalt útjairól, és az bejelölésre került. Tehát volt bejelentés is nyilván, amikor olyan nagy ütőkátyúk keletkeztek, akkor szóltak be, de egyébként mondom, megtörtént a felmérés, 25 utcában történik meg a kátyúzás, nyilván, hogy fontossági sorrendben, mint ahogy említettem, az ütőkátyúkat, a veszélyes kátyúkat elsősorban, és utána folyamatosan. A városban mintegy 400 négyzetméter kerül kátyúzásra, mintegy 11 tonna aszfaltot jelent. A tavaszi hónapokban is volt kész aszfalttal már, ahol tényleg szükséges volt, és nem tudtuk megvárni a jó időbeálltát, és akkor most van már folyamatban a kátyúzás. Tudomásom szerint már a Jókai utca déli sor, tehát azon a részen, illetve a fürdő előtti terület már kátyúzva van. Minden héten két nap szándékszik a városüzemeltető kátyúzni. Jelenleg 1,5 millió forint állt az önkormányzat rendelkezésére. Amennyiben újabb forrás lehetőségek nyílnak, folytatódnak az útkarbantartások.